Férfi szív. Első fejezet. Este 7 óra van. Herbertéknek ma van a páros szerdájuk, és budai lakásuk tele van emberekkel. Herberték előkelő és gazdag polgáremberek. A vendégeik között sok a tisztviselő és a magasrangú bírói család. Nő természetesen kétszer annyi van, mint férfi. A közömbös ismerősök a nagy fogadószobában tejáznak, a ház bizalmasabb barátai megszállották a kis szalont és a dohányzót. A vendégek nemigen tudnak fölmelegedni ebben a házban. Valami különös ünnepies merevség jellemzi a budai szerdákat. Herberték nagy befolyású emberek, azért mindenki töri magát a meghívásuk után, de Herberték egyszer s mind igen hűvös és szertartásos modorú emberek is, azért senki sem érzi jól magát a körükben. A házi gazda valaha városi tisztviselő volt, és a feleségének, Budavár leggazdagabb leányának milliói révén lett nagy urrá. Ő szülőfűvel is daliás, szép ember még. A mosolya csupa leereszkedés, a tekintete állandó ellenőrzés. Amint ott jár kell a fiatalok között, folyton arra látszik ügyelni, hogy elég méltósággal és illendőséggel viselkednek-e. Egy gyöngyökkel teleaggatott, nagyon jelentéktelen és alázatos kis felesége van, aki tömérdek pénzen vásárolta meg a boldogságot, hogy Herbert úr alázatos szolgálója lehessen. A két Herbert leány testileg-lelkileg szakasztott olyan jelentéktelen, mint az édesanyjuk. Nagyszabású édesapjuktól csak a gőgöt örökölték, amely hűvös és komor viselkedésükben nyilatkozik meg. Pontban 7 órakor bekövetkezett az, ami nélkül nem múlt el még egyetlen páros szerda sem. Herbertéknek alkalmuk nyílt, hogy megbánják vendégszeretetüket. A közömbös ismerősök sorába tartozó fiatal leányok rávettek egy ifjút, hogy táncolja el a nagy szalomban azt a néger táncot, amelyet nem régiben valami műkedvelői társaságban produkált. Az ifjú egy kicsi termetű, angolosan borotválkozó, megdöbbentően vakmerő arcú emberke kötélnek állt, és zongora kíséret mellett elelejtette fantasztikus táncát. A társaságot valósággal megrémítette hóbortos ötlete, különösen az öregebb urakon, a bírák és miniszteri tanácsosok hosszúra nyúló arcán meglátszott, hogy botrányosan ízléstelennek találják a borotvált ifjú viselkedését. Herbert úr úgy viselkedett, mint egy fejedelem, aki ellen merényletet követtek el. Volt benne annyi férfiasság, hogy bátorító pillantásokat vethetett feleségére és leányaira. A lelkében azonban e pillanatban már gyökeret vert az elhatározás, hogy a páros szerdákat végleg és visszavonhatatlanul be fogja szüntetni. A borotvált arcú bűnös maga is észbe kapott és megrémült tettének következményeitől. El is tűnt hamarosan, és nyom nélkül, mint a kámfor. Fölbújtói pedig a zongora mellé lapultak, és lélegzetet is alig mertek venni mindaddig, amíg édesanyjuk védőszárnyai alatt el nem menekülhettek a házból. 7:45 felé még egy elkésett vendég lépett a nagy szalomba. Egy barnára sült képű úr volt. Miután a háziaknak köszönt, biztos ösztönnel a dohányzó szobába ment. Bennfentes ember volt, és tudta, hogy ott találja meg a társaság érdekesebb részét. A kandalló mellett kezet csókolt egy fiatalos, eleganciával öltözött, szép öreg asszonynak. Hát maga hol sült le ennyire télvíz idején? Kérdezte az asszony. Ma jöttem meg Szicíliából, ahol egy pár hetet töltöttem. Találkozott magyarokkal? Nápolyban beszéltem Aradi Sándorral.
Egy nagyon szép asszony is van len, Éder báróné. A Vezúvióban laknak mind a ketten. Egy fiatal hölgy, aki háttal állott a beszélőknek, e pillanatban megtántorodott és jajszó nélkül összerogyott. A homlokát beleütötte a kandalló párkányába, és hosszában elterült a szőnyegen. Elájult. A dohányzóban pánik támadt. Egy zömök kis ember fölemelte az ájult hölgyet, és bevitte a háziasszony szobájába. A Herbert leányok és a zömök ember, aki egyébként egyetemi orvostanár volt, odabenn ápolás alá vették. A házigazda az ájulást majdnem olyan rossz néven vette, mint az imént a néger táncot. Úgy érezte, hogy az esetet házának jó hírneve érdekében el kell simítani. Ő egyáltalában nem akarta, hogy az ő szalonjában efféle feltűnő dolgokat műveljenek. Nem ájult el, szó sincs róla, mondta, csak elszédült egy kissé. Talán a hőségtől vélekedett valaki. Ez a megjegyzés nem tetszett Herbert úrnak. Én eddig azt hittem, hogy a lakásom jól van szellőztetve, mondta, nem minden él nélkül. Nagyon be lehetett fűzve, vélekedett más valaki. A fiatalosan öltözködő öreg hölgy hevesen ellentmondott. Hogy is ne? Annak az asszonynak életében se volt fűző a testén. Herbert úr kedvetlen ráncokba vonta jupiteri homlokát. Tapintatlannak találta, hogy az ő szalonjában ilyen intim ruhadarabokat emlegetnek. Oda benne a házi asszony szobájában a beteg időközben kinyitotta a szemét. Egyelőre gyönge volt még, és úgy kellett megitatni. Láthatóan nagyon szégyelte a feltűnést és a zavart, melynek okozója volt. A szeme könnyes volt, amit halkan és zavartan mentegette magát. Fiatal özvegyasszony volt, 24, legfőjebb 26 esztendős. A neve Ág Sándorné született, Szepesi Klotild. Három esztendeje, amióta özvegységre jutott, édesanyjával együtt a fővárosban lakott. Nem volt sem nagyon szép, sem feltűnően elegáns, sem szikrázóan elmés asszony, de kellemes külsejű, jól öltözködő és értelmes volt. És egész lényében volt valami, ami a tisztaság és édesség benyomását keltette, és ami meghódította neki az emberek rokon szemét. Fél óra múlva Klotild asszony annyira összeszedte magát, hogy talpra állhatott. Nem akarta magát többet a társaság előtt mutatni, és haza kívánkozott. Székely doktor a barna zömök kis ember, aki az első segítséget nyújtotta neki, magára vállalt, hogy hazaviszi a fogatján. Az asszony a múzeum körúton lakott. A ház kapuja még nyitva volt, és Székely fölkísérte Klotildot a lépcsőn is. Egész úton egy szót se beszéltek. A lakás ajtaja előtt megszólalt az orvos. Ha megengedi, bemegyek magához egy percre. A lakás négy kis szoba. Fogadó, ebédlő, és két hálószoba, melynek egyike Klotild édesanyjáé volt. Az öreg Szepessiné egyébként nem volt otthon. Ha a leánya társaságba ment, akkor ő az estét rendesen a házas fiánál töltötte unokái körében. Klotild leültette vendégét a kis szalonban, és meghagyta a szobalánynak, hogy készítsen teát. Azután lehúzta hosszú kesztyűit, fehér köpönyegét azonban a vállán tartotta, mivel kissé fázott. Nagyon halvány volt, a szája mellett pedig két szomorú redő látszott. Jó ideig hallgatagon ültek mind a ketten, azután megszólalt az asszony. Igazán nem tudom, mi lelt engem ma. Az orvos csendesen mosolygott. Ön igen jól tudja, édes Klotild, hogy mi lelte, én is tudom. Az asszony meghökkenve pillantott rá, de nem merte tőle számon kérni megjegyzését. Székely azonban kéretlenül is beszélt. Magának az a baja, hogy Aradi Sándor megcsalja. Két héttel ezelőtt azt mondta magának, hogy
orvosi rendeletre Mentónéba kell mennie, pedig Nápolyba ment, hogy ott Édernével találkozzék. Székely megindultan nézte az arcot, miután Clotilde arca szinte eltorzult a meglepetéstől és a rémülettől. Keserves sírásra fakadt. Székely, ez a kis köpcös ember, egyébként nagyon rokonszembes és szinte imponáló benyomást tett mindenkire. Elmés arcú férfias modorú, amellett gyöngéd és finom érzésű ember volt. A mélyen csengő hangjában is volt valami megnyerő. Most fölállott, és arccal az ajtónak fordulva Clotilde széke mellé állt. Törülje meg a szemét, mondta halkan, és hallgassa meg azt, amit mondani fogok. Mindenek előtt meg akarom nyugtatni. A társaságban, ahol voltunk, senki sem sejti, hogy mi okozta a maga ájulását. Egyedül magam értette meg a dolgok összefüggését, mert én jobban ismerem magát, mint bárki más. És megszoktam már, hogy figyelemmel kísérjem minden mozdulatát. Egyebekben is megnyugtathatom. Rajtam kívül Budapesten senki sem tudja, hogy maga Aradi kedvese. Az asszony lassan fölemelte a fejét, és Székely szeme közé nézett. A bátor, szelíd és végtelenül szomorú tekintete oly különös hatással volt a tanárra, hogy most ő fordította el a fejét. Ne értsen félre, mondta kissé zavartan. Én mindent tudok, anélkül, hogy valaha is kémkedtem volna ön után. Semleges helyen, közömbös társalgásban kellett csak együtt látnom őt Aradival, hogy megértsem a valót. Eszemben sincs, hogy elítéljem magát, édes barátnőm. Maga az én szememben ugyanaz az asszony, aki azelőtt volt. A tiszta, nemes és jó asszony, aki volt. Fájdalma még tiszteletre méltóbbá és talán kedvesebbé is teszi nekem. Clotilde összekulcsolta a két kezét, és kétségbe esetten nézett maga elé. Miért mondja nekem ezt? Mire való ez? Emlékezzék meg róla, hogy soha egyetlen célzással sem avatkoztam bele szívbéli ügyekbe. Míg boldognak tudtam, addig hallgattam. Most beszélek, mert előre látom, hogy magára nézve megkezdődött a fájdalom és a lealázások időszaka. Szeretném magát megvédeni mindenek előtt a saját kétségbeesése ellen. Maga büszke és nemes lélek. Becsületes lélek. Szeretném, ha a mostani helyzetében is hű maradna önmagához, és büszkén és becsületesen viselkednék. Nem folytatták a beszélgetést, mert a szobalány behozta a teát. A lány még a szobában volt, amikor odakűn csöngetés hallatszott. Szepessénél jött haza. Az öregasszony igen jó kedvében volt, mint mindig, ha az unokái köréből tért meg. Szepessiném idén a legtöbb anya nem ismerte a leányát, akit vakon imádott, és nem is tudott olvasni a Clotilde arcán. Mialatt a fiatal asszony sötét gondolataival vívódott, az öreg asszony unokáinak apró cseprő visel dolgairól beszélt. Ezek a kis elbeszélések ragyogó világításba helyezték Szepessi csemeték testi és lelki kiválóságait. Székely búcsút mondott az asszonyoknak. Clotilde kissé fogva tartotta a kezét. Jöjjön el holnap, mondta halkan.